Rudolf. Lágyan, gyönyörű szépen, és megvan a győriek vezető gólja. Priskin Tamás a szerzője. Rudolf pedig elkönyvelhet egy gólpaszt. És hát elévülhetetlen érdemei vannak ebben a gólban, majd a lassítás során ezt újra láthatjuk. Rudolf gyönyörűen, nagyon finoman emelte a labdát középre, Priskin pedig befejezte egy szép csúsztatással az akciót. 1-0 tehát a hazai csapatnak. Rudolfnál a labda, felnéz Rudolf. Priskin középen nincs lesen, ezt láthatjuk. És nagyon szépen a hálóba fejel. Nem csúsztatás volt ez, hanem rábólintott, ahogyan kell, homlokkal Priskin.